Tavaly szeptemberben adták át az új kerékpárutat Nyírbogáton. A megépült 2,5 kilométeres szakasz egy 60 kilométeres hálózat szerves része volt, mondta az ünnepségen Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője. Ez a 60 kilométer kerékpárút, amelynek túlcsapás vonala Nyírbátor-Mátészalka, Nagykálló-Balkány, Nagykálló-Máriapócs és Nyírbogát-Máriapócs. Ez jelentős mértékben növeli a térségünk közútjainak a biztonságát. Azóta elkészült a nemzeti kerékpáros stratégia is, amely teljes terjedelemben letölthető a kormány honlapjáról. Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár, televíziónknak adott interjújában úgy fogalmazott, a cél az, hogy 2030-ra a kerékpározás biztonságos alternatívát jelenthessen a közlekedésben, ehhez azonban nem csak az utakat kell fejleszteni, de szemléletformálásra is szükség van. Amikor megkérdezzük az embereket, hogy miért nem kerékpároznak többen, akkor az elsődleges ok mindig az a közvélemény kutatásokban, azért, mert nem érzik elég biztonságosnak. És van még egy nagy csomag, ez pedig a szemléletformálás. És itt a szemléletformálásnál is itt különböző kampányok vannak, a bringázz a munkába, bringázz az iskolába, vagy egy kampányt szeretnénk indítani majd Dániához, Hollandiához, Angliához hasonlóan, hogy ne autóval vigyék a gyermekeket iskolába, kedves szülők, mert ez se a forgalomnak, se a dugónak, se a környezeti terhelése szempontjából nem jó a városnak, és legfőképpen nem jó a gyerek egészségének. Az államtitkár azt is elmondta, hogy az elmúlt években több mint 300 kilométernyi kerékpározható út jött létre Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye pedig különösen jó adottságokkal rendelkezik a kerékpárturizmus számára. Hozzátette, hazánk jelenleg is az Európai Unió egyik legkerékpárosabb országa. Az alföldi és a kisfalföldi megyék azok verhetetlenek kerékpározása tekintetében, hiszen nagyon-nagyon sokan kerékpáznak, nagyon sokan nem tudják, hogy Magyarország, Hollandia és Dánia után az Alföldnek köszönhetően a harmadik legkerékpárosabb ország az Európai Unióban. A nagyvárosainkban, a városainkban kevesebben kerékpáznak, meg a nem alföldi megyékben is. Amiben Szabolcs-Szatmár vármegyének elképesztően nagy előnye van, hogy hihetetlen sok vize van, és a gátakon futó utak, azok kerékpározásra is használhatók. És az elmúlt években kitáblázásra több mint 300 kilométernyi kerékpározható útvonalat jelöltünk ki a gátakon. A stratégia végleges lezárása előtt május 22-éig számítanak társadalmi vitára a részleteket illetően. A Nemzeti Kerékpár Stratégia tervezett keretösszege közel 250 milliárd forint lesz. A stratégiát azt most fogadjuk el, de a stratégiának több eleme, vagy több elemének a megvalósításához már az előző időszakban hozzákezdtünk, úgyhogy a munka az folyamatos, és folyamatosan fog menni az elkövetkező időszakban. Ugye nem tudjuk pontosan, hogy milyen lesz az elkövetkező évek költségvetési helyzete, reménykedünk, hogy előbb-utóbb a gázárak azok csökkennek, meg az energiaköltségek, és nagyobb lesz a fejlesztésre szállható fordítható forrás, és megérkeznek az uniós pénzek is. A stratégia az összességében úgy számoltuk, hogy 250 milliárd forintba fog kerülni, hogyha mindent sikerül megvalósítani belőle, és hogy ezt milyen gyorsan, milyen ütemben fogjuk tudni megtenni, ez mindenképpen annak a kérdés, hogy a költségvetés milyen ütemben tudja a kerékpáros fejlesztésekre a forrásokat biztosítani. Egy biztos, hogyha a stratégián végig tudunk menni, akkor Magyarország egy élhetőbb, egészségesebb ország lesz. Felmérések szerint ma Magyarországon a kerékpárt az emberek 16%-a használja elsődleges közlekedési eszközként, és míg a kerékpárosok 90%-a alapvető közlekedésre használja, addig mindössze 10% választja turisztikai célokra is.